Na szevasztok srácok! Eljött egy újabb hét is, ez a 13. és nem szerencsétlen kivételesen. Egész jó volt a hetem, és különösebb probléma nélkül teljesítettem a távot. Ugye most tudtam elindulni 4 hét, sőt kicsit több mint 4 hét után, és ugye végigmentem a Gibben, és megérkeztem Brumba. Na, ezt a hetet fogom neked megmutatni, nagyon mozgalmasan sikerült. Ahogy mondtam neked, sikerült végre elindulnom, hát ez valami fantasztikus élmény volt, és hát ugye elindultam újra az úton, végig a Gibben, ugye ahogy már egyszer megtettem. Na, hát itt vagyunk megint. És első utam az Emma Gorcshoz vezetett, ami viszonylag közel volt még Kannanárához. Látszik, hogy nincs már. Látszik, hogy már nincs szezon. Már ott is ott volt a tábla, hogy délbe bezár a hely, gyakorlatilag azt kell, hogy mondjam, hogy már tényleg a végén vagyunk ennek az egész szezonnak, és minden bezár, tehát gyakorlatilag lezárnak utakat, helyeket nem tudunk megközelíteni, és mondjuk ezen Magort is úgy volt, hogy délig el kellett hagyni a helyet. Szóval viszonylag gyorsan kellett végeznem, és így nem is tudtam egy nagy-nagy kirándulást tenni, de egy nagyon szép hely volt. Ezután még megálltam Home Valley-nél, és ott is szétnéztem. Igazából egy nagyon-nagyon szép vidéki hely. Én azt gondolom, hogy amikor szezon van, akkor egy elég kellemes időt lehet ott tölteni. Van a víz, hát ha képzelni itt, amikor jön az eső, akkor itt. Mint az Amazonas. Hát ugye ez a szakasz, ez nagyságrendileg 700 kilométer. És hát elég drága az üzemanyag, azt kell, hogy mondjam. Össze egy helyen találtam nyitott kutat, és hát az is olyan több mint $2 volt az ár, $2.10 azt hiszem, ami azért elég soknak számít, úgyhogy a tartalékaimat kellett használnom, és így megpróbálni az egész utat ugye saját önerőből megtenni. Ami végül sikerült is, de azért izgultam a végén, többek között azért, mert a navigációm hülyeségeket kezdett el mutogatni. A következő nem értem. Elvileg itt keresztül kéne mennem. Ide megyek most. De ez körbe akar vinni. Ami 327 km, 322. És mondjuk el tudok menni olyan 200 kilométert, annyi üzemanyagom van. Na hát még az első napon eljutottam Belgorgyig, ami nagyon tetszett, ott egy vízesés is volt, ami száraz időszak miatt nem volt annyira látványos, de azért így is nagyon-nagyon tetszett a hely. És hát úgy döntöttem, hogy ott töltöm az éjszakát, ott volt egy kemping, de elég gyorsan föladtam ezt a dolgot. Na hát lehet, hogy akkor nem itt fogok maradni. Hát most megálltam itt tenni a kempingnél. Kemping, kis túlzás. Hát egy vagyomba kerül, azt kell, hogy mondjam. Tehát ez, nem teljesen értettem a leosztást, de itt van ugye a személyek után díj, meg van valami, nem tudom minek nevezik azt a díjat, de az elég sok volt. Így együtt. Ami $40-50. Szóval úgy döntöttem, hogy tovább állok, és még az éjszaka elindultam tovább, és hát szerencsésen meg is álltam egy 30-40 kilométerrel később egy helyen, egy ilyen fensíkon, és ott éjszakáztam, ami végül egy jó döntés volt, mert másnap egy gyönyörű napfelkeltét tudtam megnézni. A másnap haladtam tovább, és eljutottam az egyik legszebb helyre, ahol mostanában lehettem. Ez a Vinjam Gorge, ha jól mondom.
és megmondom őszintén, hogy láttam róla képeket előtte, és gondoltam, hogy egy nagyon-nagyon szép hely lesz, de hát az az igazság, hogy leesett az állam. Keresen keresztül értem a Gibben, és Derbybe érkeztem meg. Ez egy viszonylag kis település, igazándiból nem tudtam mire számítsak. Keresztül mentem rajta, de megmondom őszintén, nem nagyon találtam semmi érdekeset ott. És ezért eldöntöttem, hogy még aznap el fogok jutni Broomig, amit meg is tettem. Hát ugye próbálok azért gazdaságosan szállást találni, és ugye van az a Wikicamp nevezetű app, amin lehet ilyet találni, és találtam itt is egy ilyen campgroundot, ami kívül van a városon. Hát azért elég macerás volt oda eljutnom. Nem tudok arra menni, vagyis tudok, de... Másnap körülnéztem, sétálgattam kicsit a parton, fantasztikus volt végül is ott az óceán lábánál, parton végig, nagyon jó volt a víz, és van ott egy farm is, ahol ugye gyöngyöt termesztenek, vagy termelnek, és hát ilyen kicsit kis poolokba lehetett a vízbe kicsit felfrissülni. Na ezután jött a pillanat, mikor bementem ugye magába a városba, és felfedeztem a helyet. Nagyon kíváncsi voltam a helyre, és nagyon sok érdekes dolgot tudtam meg így az elmúlt pár napban. Tehát tudni kell róla, hogy normál esetben 17 ezer fő lakja ezt a város, de a száraz időszakban a különböző munkák és a turistáknak köszönhetően ez meg többszöröződik, és sokkal több ember él itt abban az időszakban, és hát egy multikulturális helyről van szó, gyakorlatilag itt 5 nyelven is ki van írva akár az utcatábla bizonyos helyeken, és igen gazdag múltja van. Szóval a gyöngyház és a gyöngyel kapcsolatos a történelme elsősorban Broomnak. Az 1860-as években jöttek az első olyan telepesek, akik ugye felfedezték ezt a kincset, ugye a helyi őslakosok búvárkodtak és halázták, vagy hozták föl a víz mélyéről. Nagyságrendben 15 méter mélyre merültek le ezek a búvárok, és ugye ezt különböző törzsi rituálékon kidekorált kagylót használták, és ugye a fehér ember, ahogy meglátta, ugye meglátta benne a lehetőséget is. Az első időszakban gyakorlatilag ezekkel a törzsekkel együtt dolgozva hozták föl ezeket a kagylókat, exportálták Európába. Hát ez utána azért egy kicsit elfajult gyakorlatilag odáig, hogy rabszolgaként tartották ezeket a törzsi embereket, ugyanis egy idő után megelégelték a fehér ember, hát hogy mondjam, gabzsiságát, és nem akartak együttműködni velük. Ekkor történt az, hogy konkrétan elrabolták az embereket, és rákényszerítették arra, hogy dolgozzanak, hozzák föl ezeket a gyöngykagylókat. Ekután igazából az úttörői a modernnek nevezett gyöngyhalászatnak, ugye az a japánok voltak, ők azok, akik ezeknek a mesterei, és ezeket a nehéz ruhákat viselve a
tenger fenekén vagy az óceán fenekén sétálva órákat tudtak elég hatékonyan a gyöngy kagyló nyomára bukkanni, és ez a 900-as években hozta el a fordulatot, amikor gyakorlatilag a japánok átvették itt az uralmat ezen a téren, és megkezdődött a nagyüzemi kitermelés. Azt kell tudni, hogy itt a fénykorban, tehát a 900-as évek elején volt, akkor 400 hajó volt egymás mellett kikötve, és van 3000 ember dolgozott ebben az iparágban itt legalább, és plusz a kiszolgáló személyzet. Az, ami nagyon döbbenetes, hogy tehát ebben az időszakban ez volt az aranykora, a gyöngyház export, ami ugye ment Európába és a világon szerte, a 80%-a az erről a helyről származik, szóval jó esélye, hogyha van egy nagyon régi evőeszköz, vagy kés, vagy bármi, aminek ugye ilyen berakás van, az lehet, hogy innen származik. A gyöngy az most is egy fontos része a településnek, 3 gyöngy termesztő farm van itt, és hát ezeknek a bemutató termei határozzák meg azért egy részét a városnak, és hát én is bementem ezekbe, hát elállt a lélegzetem. Tudni kell róla, hogy a világ legnagyobb tökéletes gyöngye az itt található, amiről tudunk, és az azt hiszem 22,4 mm átmérőjű, és nagyságrendileg 1 millió dollárt ér. Hát ennek a helynek még egy érdekessége van, ugye ez a világháborúhoz kötődik, úgy is hívják a helyet, mint az ausztrál Pearl Harbor. Itt 1942. március 3-án történt egy elég szomorú esemény, ugyanis ugye a háború abban az időszakában ugye a Jáva szigete és ez a környéken, hát hogy mondjam el, a japánok előretörésével jellemzően a hollandoknak, tehát az a terület a hollandok ellenőrzése alatt volt, kellett menekülniük, és ugye azt így Ausztrália felé tették meg, és ebben az időben is itt 22 repülő tartózkodott, tehát olyanok, amelyek ugye vízről tudtak felszállni az öbölben, és jellemzően nők és gyerekek voltak rajta, akiket vittek volna a Perthbe, és ekkor történt az meg, hogy 9 japán vadászrepülő támadta meg ezt a flottát, és gyakorlatilag gépágyukkal megsemmisítették ezt a 22 repülőt, amiben voltak amerikaiak és ausztrál gépek is. Gyakorlatilag nem lehet pontosan tudni az áldozatok számát, de 70 környékére mondják, 70 és 80 között mondják, akik meghaltak ebben a támadásban, és sokakat a vízbe ugorva, sokakat cápák támadtak meg, és fulladtak meg. Hát ez egy elég szomorú mozzanata volt a településnek. Hát, hogy valami kellemesebbről is beszéljek, itt van egyébként a világ legöregebb kültéri mozia, tehát amelyik ilyen nyitott, nem teljesen kültéri, de nyitott a mozi. Nagyon jól néz ki, több mint 100 éves, ugye bekerült 2004-ben a Guinness Rekordok könyvében is, ezt is kicsit jobban megnéztem. Na hát itt az egyik nap azért volt még érdekesség, ültem a könyvtárba és csináltam a videómat, mikor egyszer odajött egy nagyon kedves hölgy, és magyarul szólított meg. Nagyon meglepődtem, és hát kiderült, hogy hát ők itt a párjával és a pici babájukkal itt élnek lassan, ha jól tudom, 6 éve, és hát követik az utamat, amit hát nagy büszkeséget tölt el, hogy ez így van, és velük találkoztam ezen a piacon, ami nem volt egyszerű, nem volt egy nagy hely, de azért kicsit megküzdöttünk azzal, hogy találkozzunk. Éreztem én, hogy ez nem lesz egy egyszerű. Figyelj. Hát itt egy kis kerítésen kijöttem, de most az épület mögött vagyok én.
Na hát, sokat beszélgettünk, és ők is meséltek a helyről. Igazából ők nem szerettek volna így szerepelni a videóba, amit tiszteletben tartok, de a tudást, amit kőül kaptam, azt maximálisan beépítem nekik, úgyhogy köszönöm szépen ezúton is. Többek között elmentünk egy sörözőbe, ami nagyon hangulatos volt, és különleges söröket lehetett inni többek között. Ahol kipróbálhattam a mangó sört. Na, hát ez mellett még volt egy pár dolog. Elmentem a helyi autóverseny pályára, egy ovál pályára, amilyen salakos, és megnézhettem egy verseny estét, hát durva volt. Tehát gyakorlatilag nem tudom hányféle kategóriában az autókot őrült módjára köröztek, és hát egy nagyon nagy élmény volt, egy ilyen fesztivál hangulat volt ott, és hát ugye a fénypontja ennek az egésznek, amikor autókat összetörnek, és az győz, aki a végén talpon marad. Tehát ez is csak Ausztráliában lehet. És hát perccel sikerült eljutom a híres Cable Beach-re, ahol autóval lehet 22 kilométert közlekedni az egész partvonalon. Na, itt van a híres Cable Beach, és arra lehet menni terepjáróval, amit mindjárt meg is teszek. ...vonalon, és ott tudtam egy kicsit élvezkedni az autóval, persze belemenni a vízbe, és hát megnézni a fantasztikus naplementét, szerintem csodálatos volt. Szóval, hát ennyi volt a múlt hetem, és azóta már nagyon sok minden történt, alig várom, hogy elmondjam, de azt már jövő héten fogod látni.